A Szívvilágnapjához kapcsolódóan szeptember 29-én egészségnapot rendeztek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Goldman menzáján Szívünk napja címmel. Most a Szívvilágnapjának rendezvényén vagyunk. A Szívvilágnapja Amerikából indult el, 2000-ben tartották meg először, szeptember 29-ét jelölték meg. Ez egy nap arra, hogy felhívja a figyelmet a szívre, szívbetegségekre, és főleg azoknak a megelőzési lehetőségére. Szívbetegségek is úgynevezett civilizációs betegségek, ez azt jelenti, hogy az életmódunknak köszönhetjük őket. Jelentős részük, mint egy felük megelőzhető lenne akkor, hogyha a ma egészségesnek tartott életmód elemeit követnénk. A szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, ha kialakul a megfelelő táplálkozási szokás és beépül a sport az életünkben. Erre hívta fel a figyelmet ez a rendezvény is, amelyet kimondottan egyetemistáknak szerveztek azzal a szándékkal, hogy egészségesebb életmódra ösztönözzék őket. Az egyetem az azért egy nagyon jó hely egy ilyen rendezvénynek, mert egyrészt már kezd kialakulni a tudatos élet, nagyon figyelnek arra a 18-23-25 éves hallgatók, fiatalok, hogy hogyan fogják ők a következő életüket berendezni. Viszont még nagyon jó a kapcsolatuk a szüleikkel, akik olyan 40 évesek, tehát az a reményünk, hogy rájuk is tudunk hatni, és nem sokára a saját családot fognak alapítani, és akkor az a reményünk, hogy abban a családban már olyan szokásokat fognak bevezetni. Tehát, hogyha jól megszámoljuk, akkor 3 generációra tudnánk hatni, és ebben bízunk, hogy egy egyetemi rendezvénnyel ezt tudjuk elérni. Az eseményre táplálkozási tanácsokkal, kóstoltatással, testtömegindexméréssel, illetve mozgásra ösztönző programokkal készültek a szervezők.